Józsi azt állítja, hogy azért jó ez kilépőnek, mert ezzel sose lősz mellé, és én is azt gondolnám, hogy egy Meisel und Frenzel nem lősz mellé, ugyanakkor azonban volt már tavaly 2022 áprilisában Reketje Zoltánnal teszteltük már a Meisel und Frenz söreit, és hát vegyes volt. De nem müncheni, hanem bajrajti. Very, very hell lesz. Szűrve, szeparálva. Ezek a német craft söröknek a kombló használatában én nem látom azt a... A használatot. Fantáziát akartam mondani, de igen. Tehát, hogy így hagyjuk a végére, és... Ott rengeteg sok minden van. Aha. Ez, hoppá. De akkor... nem hiszem, hogy ők arra a bretre gondolnak. Egy... Félél? Hát, hogyha... Hát ennek van Pilsner színe az én számomra egyébként. Egyébként tehát, igen, tehát, ez a borostyán. Igen. Vagy ajándéksörnek ne nézd a aromáját? Vagy... Mondd a sorrend javaslataimat. Mert ez jól lesz. Hát az enyém szűrt. Hát... A tiéd? A Józsi. A Józsi, hézi. A Józsi, egy kicsit. Na hát. Hézi. Jó? Jó. A Meisel und Frenz, nem is tudom hova valósi, de nagyon-nagyon kraft, baj rajt. Mindegy, hát Zozót járt valahol az NDK-ban, és hát igen, gyermekként jártam én az NDK-ban, és a felnőtt magyarok nagyon szerették, hogy milyen jók a sörök. Sajnos ízmemóriában semmit sem tudok mondani. Én akkoriban azt a fos német kólát vedeltem rekesszám, annyira jó volt, hogy volt benne valami egészséges varacska, olyan őszinte, egész más volt a német kóla, mint ez a szarkoka, amit nálunk lehetett kapni. Ja, voltak olyanjaik, hogy volt valami szűrt búzájuk, az olyan szószó volt, meg volt egy ipájuk, volt amelyik jó volt, volt amelyik kevésbé. Megadom nekik az esélyt, hogy most, hogy tényleg a 2023-as év vége felé a... Hát én behisztiztem erre a West Coast IPA témára, hogy nekik is megadom az esélyt, hogy a mennybe menjenek nálam. Hogy hát, ha na, összejön nekük egy West Coast IPA. Nem, még az enyém. Fruktig, vürcig. Szín átlátszóság el van találva, és azon is látszik, hogy ők egy valamit akaró craft főzde, hogy nekik rögtön angolul tölt be a honlapjuk. Tehát ők azért legalább ilyen regionális európai igényekkel lépnek fel. Gyönyörű a sör. Nem is olyan szívesen innék bele, tehát még egy kicsit nézegetném, hogy pont egy tökéletes vastagságú hab úszik rajta, tökéletes eloszlású, tehát ez a nem tudom, sztöhiometrikus vagy homeosztatikus, tehát a pont, nem tudom, 10% nagyobb buborék, olyan 20% közepes buborék és apró, és miniatűr bubik szállnak fölfelé, és azt írják, hogy tropis, fruktig, hopfig 6,6-14 hétről, és írják a malátákat, komlókat. Báááá, de jó! Tudnak a németek ipát, West Coast ipát, bizonyos németek tudnak, bizonyos németek nem tudnak. Azt mondja, hogy Bayreuth, dein ipa modernen West Coast style, tropisch fruchtig, nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Nem tudjuk miből, tehát nem egy nagy titok, tehát tele van az internet West Coast ipa receptekkel. Fúj, de szép. Új, de jó illata van. De tökéletes a vastagság, a kortyérsz. Trópusi. Nem kúrnak át. Figyelj! Na! A Meisel und Frenz egyre jobb. Vagy und Frenz. And Frenz. West Coast IPA, igen. Szóval a West Coast IPA egy hát ennél akár tükrösebb ben tiszta is lehet, de szerintem ez a legszebb. Egy ilyesfajta világos színű, keserű és illatos sör, és ezt a ködös tavaly áprilisi emlékeim nem csalnak, ez lehet, hogy a Meisel und Frenz legjobb, de egészen biztosan egyik legjobb tétele. Jaj, de jó, végre ittam egy jó West Coast ipát.
Ugye? Nem egy evidens dolog. És az a 6, 6 mennyi? 6-6. Tetszik a 6-6. Támogatom a 6-6-ot. Pont jó, se nem kevés, se nem sok. Ó, de jó. Ó, és az a kis karamellás. Az a kis trópusi. Mióta Rekettye Zoltán telekúrta sóval a Talusz West Coast IPA-ját, most már mindig gyanakszom, hogy mintha lenne egy kis só talán, de nem, Józsi rázza a fejét, hogy ebben nincs. Jó, akkor nincs.